kívánunk, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszönjük Önöket Szente Benyámin fotókiállításának a megnyitóján. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen szép számmal eljöttünk, eljöttetek. Azt gondolom, hogy többségében, sőt talán teljes egészében ismerjük egymást, úgyhogy talán tegeződhetünk is itt a megnyitó alkalmával. Ezt a szép megnyitót Pecsovszky Mátyás gitárjátékával fogjuk kezdeni. Ő a Balatonfüredi Református Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Fogadjuk szeretettel a műsorát.
a gitár szólót, és majd a köszöntő után még egy műsorszám elejéig hallhatjuk az ő gitárjátékát. Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, mikor Benni megkeresett, hogy néhány mondatot mondjak itt a kiállítása megnyitója alkalmával. Természetesen nem is gondolkodtam rajta, hiszen Bennivel évtizedes barátság fűz össze minket, de azt gondolom, hogy őt nem is kell bemutatni, ahogy említettem már itt a jelenlévőknek, hiszen valamennyien ismerjük őt, tudjuk, ismerjük a szerénységét, ismerjük a közvetlenségét, a segítőkészségét, tudjuk, hogy mennyire szeret szerepelni, tudjuk, hogy mennyire szeretném most, hogyha ő is mondhatna magáról pár gondolatot, de sajnos erre most nem lesz lehetősége. Most velem kell beérni, de azt gondolom, hogy mint egy rendes kiállítás megnyitón, azért kicsit komolyabbra fordítva a szót, illő, és azt gondolom, hogy méltó is, hogy néhány mondatot a kiállító művészről, az alkotásairól, illetve az alkotásainak az aktualitásáról szót ejtsünk. Azt gondolom, hogy valamennyien tudjuk, hogy Benni már középiskolás korában kezdett ismerkedni a fotózással, és a természet fotózása már akkor is az egyik kedvelt témái közé tartozott, a sport mellett, és érdekes, hogy a mai napig is ez a kettő végig kíséri az ő életét, bár ahogy olvastam, akkor még inkább ilyen gördeszkás fotókat készített. Ebből most itt azt hiszem, hogy nem látunk egyet se, de talán majd a következő alkalommal erre is sor kerül. Aztán később, miután már profi fotográfussá vált, ugyanúgy megmaradt a sport téma, hiszen tudjuk, hogy a Balaton felvidéki kézilabda akadémiának a profi fotósa és videósa, de természetesen a természet fotózás, mint látjuk, ugyanúgy megmaradt az ő művészetében, azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy az ő művészetében. Természetesen ezt is valamennyien tudjuk, de azért illendő elmondani, hogy emellett még számos rendezvényen, kulturális programon, reklámok, gasztronómiai termékek fotózásában is találkozhatunk az ő képeivel. Én magam az iskola intézmény vezetőjeként maximum műkedvelő vagyok, és természetesen, mint mindenki más, én is fotózok a telefonnal, de hát ez nyilvánvalóan nem ugyanaz a szint. De azt gondolom, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy én megítéljem az ő képeit, legalábbis szakmai szempontból semmilyen körülmények között nem. Így maximum a saját véleményemet tudom elmondani ezekről a képekről, már amennyire az itt a keretek között érdekes lehet. Ahogy megnéztem ezeket a képeket, nekem az jutott eszembe, hogy ezek a képek, ezek teljesen önazonosak a tekintetben, amilyen Benni személyisége is. Említettem az ő szerénységét, említettem az ő közvetlenségét, és azt gondolom, hogy ezek a képek egy nagyon jól eltalált és egy nagyon szép látásmódból, egy nagyon szép színkezeléssel, de valóban a maga egyszerűségében, de nem pejoratív értelemben mutatják meg azt a szép valóságot, ami tulajdonképpen jelen esetben ugye a kirándulás a Balaton felvidéken. Ez a kiállítás, mint ahogy önök bizonyára tudják, itt március hónapban látható a Rege cukrászdában, a Rege galériában, és hogyha már szóba került a helyszín, fontos az, hogy szót ejtsek arról is, hogy Benni aztán később, bármint tekintettel az életpályájára később, de ez most már ugye a jelen, alapító tagja a Pannon Fényképész Egyesületnek, akinek ugye a tagjaként valósulik most meg ez a kiállítás. Ezeken a gyönyörű szép, hát hívjuk tévéknek, Benni, távolról tévéknek, közelebb nem is gondoltam, hogy ezeket tévéknek kellene hívni. Ugye tematikus módon jelennek meg a képek, idő eltolással, idő változással, így valamennyien részt vehetünk azon a kiránduláson, ami ugye a címe is a kiállításnak, a kirándulása Balaton felvidéken. Ugye nem véletlen az sem, hogy a Balaton felvidéken történnek ezek a kirándulások, és azt hiszem, hogy a képekből abszolút visszatükröződik az a lokálpatriotizmus, a természetnek a szeretete, illetve a szűkebb, illetve a tágabb lakókörnyezetnek a szeretete is, amit Benni megörökített ezeken a képeken. És hogy egy kicsit aktualizáljam is, illetve a személyes számomra személyes mondani valót is belecsempészem ebbe a néhány köszöntő mondatba. Azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, ennek a kiállításnak sem a helyszíne, sem pedig az ideje, időpontja sem lehet véletlen. Ugye nem tudjuk nem észrevenni itt az apátság szomszédságában, az apátság vonzás körzetében valósul meg ez a kiállítás, és nyilvánvalóan egyfajta szakralitást ez óhatatlanul is ad ezeknek a képeknek.
az idő és az időzítés pedig azt gondolom, hogy megint csak nem véletlen. Egyfelől ugye a gyönyörű tavasz elevenedik meg részben ezeken a képeken, és hogyha kinézünk az ablakon, azt gondolom, hogy végre örülhetünk annak, hogy igazából is elköszöntött a tavasz. Ugyanakkor keresztény emberként muszáj ide tennem azt, hogy hát a márciusi időszak a böjt időszaka, ami sok egyéb mellett az Istenre figyelés, a Teremtőre figyelésnek a kiemelt időszaka is. Így azt gondolom, hogy nem lehetne észrevenni ezeken a képeken keresztül is a teremtett világnak a csodáját és a megismételhetetlenségét. Én nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, büszkék vagyunk rá, Beni. Köszönjük neked ezeket a képeket. Mindenkinek további kellemes kirándulásokat, utazásokat kívánok a Balaton felvidéken. Köszönöm neked, hogy általad részesei lehetünk ennek az utazásnak, és azt kívánom, hogy még sok ilyen szép utazásban legyen részünk, a képeid által, vagy akár személyesen is, és nagyon gratulálunk neked.